Sziasztok, üdvözlök mindenkit ismét a Gyűrűk Ura kalandjátékban, amelyben most már a második kampánypályára haladunk. Szabályokat nem ismertetnék, hogyha még nem ismered ezt a játékot, és érdekel, mit miért csinálok, nézd meg az első fejezetet. Megérkezett a csapat Völgyzugolyba, és megpróbáljuk megalkotni a szövetséget. Ehhez majd itt lesz Boromirnak a mezője, itt lesz a gyűrű mezője, egy Elrond jelölőt kapunk, rátesszük Frodót, megérkezett Legolas, megérkezett Gimli, és megérkezett Aragorn is, valamint van egy-egy jelölőnk, ami végül is a gyűrű által létrehozott gonoszságot reprezentálja. A tündék, a törpök és az embereknek a dühét, gonoszságát. Az egy gyűrű képessége most az lesz, hogy mozgathatjuk Elrondot vissza egy mezővel. A játék kezdetén a játékos kap 4 kártyát, valamint egy fős játékban továbbra is 6 kártyából lehet majd csereberélni. 5 feladatot kell teljesítenünk. Az 5 feladat az, hogy Aragorn legyen az embereknek, a dühösségén nevezzük így, és adjunk be 2 kardot. A törp dühön legyen ott Gimli, a tündéknek a dühöngésén legyen ott Legolász, és adjuk be ezeket a kártyákat. Aragorn legyen Boromir mezőjén, és hogyha mind a 4 korábbi feladatot teljesítettük, akkor Aragorn, Gimli, Legolasz és Frodo legyen a gyűrű, az egy gyűrű mezőjén. Mindezt úgy kell megoldanunk, hogy Elrond nem éri el a saját kis sávjának a végét, illetve nem fogy el a pakli. Az előkészületeknél szerintem minden készen van, a fejezet különleges szabályait nézzük át. A karakterfigurák nem léphetnek másik típusú dühösségre, tehát Gimli nem tud sem ide lépni. Ezek nem mozgathatóak el, mindenképpen ott maradnak. A karakterek mozoghatnak ezen a fehéres és ezen a kékes ösvényen is, viszont Elrond csak ezen a fehér ösvényen fog előre lépegetni. Egyik karakter sem léphet be a gyűrű mezőjére, amíg az első 4 küldetést nem teljesítettük. Nagyjából ennyi. Elrondot önként nem mozgathatjuk el, őt majd mindig a cselekmény pakli fogja előre vinni, amely viszonylag egyszerű lesz. 1 és 4 között Elrond nem mozog, 5 és 15 között Elrond mozog egyet, de egy nagyon fontos szabály, hogy ha rálép egy olyan mezőre, amin oda van írva valakinek a neve, akkor az a karakter visszakerül arra a mezőre, mert hogy Elrond beszélni akar vele, egyeztetni akar vele. Úgyhogy ezt kell majd nagyon jól összekombóznunk. Úgyhogy kezdődjék is a játék, az egyik karakter mozoghat 2-t. Hát Frodo egyelőre nem fontos karakter, tehát igazából az lenne a cél, hogy Aragorn eljusson ide, Gimli eljusson ide, Legolas pedig ide. Úgyhogy elindítom Legolaszt az útján, 1-2, és Legolasznak majd be kell adnia 2 ilyen kártyát, úgyhogy cserélek egyet, így, és egyet mozgatok még rajta egy kard eldobásával. Így. Húzok 2 kártyát a pakliból, még egy gyűrű, és egy újabb kard, valamint a cselekmény elkezdődik. 2-es, Elrond nem mozog, ez most nagyon szerencsés kezdés. Jöhetnek ismét a hőseink. Legolas eljutott a tündék dühéhez. Eltávolíthatjuk ezt, hogyha beadnánk 2 ilyet. Úgyhogy én most cserélek, ismét egy gyűrűt adok át, és elveszek innen egy fiolát, és beadom ezt a 2-t, így pedig ezt a jelzőt levehetjük, ide teszem, és húzhatok egy kártyát a pakliból. Jó, a következőnek majd Gimlinek kellene lennie, ő 1-2-3-4-jel tud oda elmozogni, de egyelőre nem mozgatom, csak húzok 2 kártyát. 1-2, fontos lenne, hogy ilyen lapot majd valahogy szerezzünk, mert addig nem tudjuk megcsinálni a feladatot. Viszont a cselekmény is halad előre, 14-es, Elrond úr úton van. Gimli 1-2-t lép ide. Hát igen, ilyen szempontból nem lenne rossz, hogyha Aragorn vinném, gyorsabban odaérhetne. De Gimli ez meg gyorsabban odaér Elrond. Úgyhogy
Vigyük Aragornt, inkább 1-2, és beadok 2 kártyát, az egyik az legyen ez, a másik pedig ez. És akkor még 2 mozog, és itt be kellene adni 2 kardot, ezt átcserélem egy kardra, és itt be is tudom adni a 2 kardot, úgyhogy még egy kihívást teljesítve, hoppá, az előbb nem jelöltem, egy ide, és most egy ide, eltávolítjuk ezt a jelzőt is, és húzhatok 2 kártyát a pakliból. 1-2. Na, még egy kihívást teljesítve, ez nem is rossz. És akkor legyen itt a körnek a vége. Egy kártya, második kártya, cselekmény, 8-as, Elrond megy előre, úgyhogy legalább az visszakerül ide. Na most már tényleg induljon neki Gimli, bár még mindig nincs meg a megfelelő kártya, de más nem tudunk kitalálni, 1-2. Ajaj, és hát tele lesz majd a kezem. Cserélek egy pirosra. Úgyhogy eldobok egy kártyát, meg eldobok még egy kártyát, és akkor Gimli ide lép, és elindul Frodo is. Húzok 2 kártyát a pakliból, ugye ezt azért kellett megtenni, mert a kör végén legfeljebb 6 kártya maradhat a kezemben. A cselekmény szerint pedig Elrond tovább áll, de megjött a várva várt lap, úgyhogy Gimli egyet ide lép, és Legolas egyet ide lép. Sőt, nem is Legolas megy tovább, hanem Aragorn. A körünk során beadok 2 ilyen csúnya kártyát, teljesült a küldetés, azaz húzhatok egy kártyát a pakliból, és ez jó is, mert 2 pirosra szükség lesz, ugyanis a következő feladat az, hogy Aragorn jusson el Boromir mezőjére, és ott adjunk be 2 pirosat, és ezt meg is tudjuk tenni most, úgyhogy ezt a 2 kártyát eldobom, Aragorn 1-2-t lép, és beadom ezt a 2 pirosat, ez is teljesítve, és ami nagyon jó hír, hogy egy különleges kártyához jutottunk. Mozgathatok egy karaktert legfeljebb 3 mezővel, ez nagyon jól fog majd jönni. De most jön 2 kártya, és megy előre a cselekmény Elrond úrral együtt, úgyhogy Gimlit visszahívja a helyére. Az utolsó feladat az, hogy mind a 4 karakter legyen az egy gyűrűn, úgyhogy Frodót elindítom az útján, 1-2, és kell majd egy zöld lap, de így 2 kártyát beadhatok, úgyhogy Aragorn már is ott van a gyűrűvel egy. Hát Aragorn még nem, lehet, hogy Elrond hamarabb oda jut, inkább Legolaszt indítsuk el kis útján. Ennyi, húzok 2 kártyát, a cselekmény alapján pedig Elrond nem mozog tovább. 2 ingyen mozgatással Legolaszt viszem, 2 lap eldobásával Frodót is mozgatom, húzok 2 kártyát, 1-2, Elrond pedig továbbáll. 2 mozgatásom van, Legolas ide, Frodo ide, Frodo is bemegy Legolasszal a gyűrű helyére, és Gimlit elindítjuk. 2 lapot húzok, jön egy új cselekmény, 5-ös, Elrond lép egyet Aragornhoz, úgyhogy Aragornnak muszáj ide jönnie. A 2 mozgatással Gimlit idehozom, Gimli is bejön a gyűrűhöz, és Aragort is elindítom. Húzok 2 kártyát, elég jól állunk, lehet pörgetni a történéseket. A 7-es, Elrond egyet tovább lép, ő már ide nem szabad, hogy eljusson, de Aragorn lép 2-t, beadok 1 kártyát, hogy Aragorn még egyet mozoghasson, majd pedig minden más küldetés kész, Aragorn, Gimli, Legolas és Frodo is az egy gyűrű mezőjén van, beadom a szükséges kártyát, ráteszem, hogy teljesült, és ez a fejezet is kész lett, anélkül, hogy a gyűrűt mozgatni kelljen. Hát ezt a pályát már sokszor lejátszottam, és ennyire könnyedén, egyszerűen még soha nem sikerült nyernem, de majd a későbbi pályák lehet, hogy nehezedenek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, tartsatok velem a következő kalandban is, sziasztok!